És akkor most magyar futball két nem régiben egyaránt edzőváltáson átesett és egyaránt remek ősztám gyengébb tavasz futballcsapat közül a Győr jött el nyertesként a hétvégén Pécsről. A mecsek alján tehát a hullámvölgy folytatódik, a PMFC dobó közeli helyet most már csak 9. magyarázatok, most a Pécsi születésű Mink Olivér vezetőedzőtől és segítőjétől, Múha Józseftől, Jó reggelt kívánok, szervusztok! Reggelt. Jó reggelt kívánok! igaz, volt, vagy igaz az a plegyka, hogy akkor járt volna csak prémium, hogyha az utolsó öt meccsen 9 pontot szerez a csapat? Igen, ez igaz, nem 9-10 pontot kellett szereznünk utolsó öt mérkőzésen, úgyhogy az a prémium az elúszott. Na most azt mond meg, Oliver, hogy amikor átvetted a csapatot, akkor ugye azt mondtad, hogy még a negyedik hely sem elérhetetlen. Mi történt, illetve mi nem történt? Igen, azt szeretném tisztázni, ezt, ezt én mondtam, és ezt komolyan e, is gondoltam részben. Másik részben nekem ezt le kellett kommunikálnom, a csapat felé is, hogy nehogy az legyen, hogy jön egy új edző, egy fiatal kezdő edző, és visszavetnek a tempóból, a koncentrációból. Azért kellett ezt mondanom, de merette komolyan is gondoltam az hogy ez, ez reális lehetett volna. Feltűzelni a társaság. Hogy így van, hogy az lenne, hogy most lenyugodnak, visszavesznek, és jön egy eredménytelen széria, sajnos be is következett, úgyhogy ahogy összeprodukált a csapat, és hogy szerepelt, talán jogos út volt ezt a mondatot kimondani, hogy negyedik helyen legyen a cél, volt bennünk azért még potenciál. Hozzá kell tenni, hogy azért az újpesti sűfok mérkőzésből kijöttünk volna jobban, és akkor egészen másról beszélünk talán most itt. Rosszul rajtoltunk, nagyon rossz volt az, az egész forgatókönyv, úgyhogy ebből nyilván rossz jöttünk ki, és én is. Jóska, te, mint az állandóság képviselője, mi, mi történt itt a tavaszra? Hát, hogyha ezt meg tudnám mondani, akkor könnyebb helyzetben lennénk, mert akkor tudnánk, hogy hol kéne javítani. Én azt gondolom, hogy sok összetevője van ennek a hullámvölgynek. Azt kell mondjam, hogy már nem is hullámvölgy, hanem ilyen hullám, cunamiszerű uh, mérepülésbe és egy negatív spirálba került a csapat. Folyamatosan kommunikálunk az Olivérrel, és próbáljuk ennek a rossz szériának az okait uh, valahogyan elemezni és, és tisztába tenni, de nem nagyon tudunk egyről a kettőre jutni. Tehát azért mondtam, hogy sok összetevője lehet, mert mert lehet, hogy már az őszre visszanyúlhat adott esetben. tehát és azt gondolom, hogy a felkészülésnél is történhettek olyan olyan ö, ö, rossz döntések is akár ö, a játékos igazolásban is, szerződtetésekben, aztán a felkészülésünk folyamán is talán, ami ami az egyik oka lehet annak adott esetben, hogy, hogy ö, ilyen rossz szériát kapott el a csapat. Igen, Matyi, klub tulajdonosa -e cserét ö, azzal indokolt, hogy megbomlott a csapategység. Ez a része, ez most hogy áll? Te hogy látod, Oliver? Csapategység. Hát ö, azt kell mondanom igazából, hogy valóban egy nagyon közösség volt Pécsen ö, a fejútó csapatnál, ott nagyon összefogtak a srácok. Igazoltunk pár külföldi játékos nyáron is, és egy-két magyar elment, ez már nem erősített annyira a kohéziót, és télen sajnos újra, újra jöttek. Nem a külföldekkel van bajom félreértse bárki ezt, a külföldi játékosok jók és jobbak, mint a magyarok, akkor hasznosak a labdarúgásunk számára. Hogyha nem ütnem meg egy bizonyos szintet, és ha nem, nem tesznek pluszt a, a, minőségbe, akkor talán fölösleges mennyiséget igazolni. Én ebben látok azért egy olyan pontot, ami, ami a csapategységet. Ezt nekünk kezelnünk kell. Most a csapategységről úgy, úgy beszélni, Nyilván a csapat az erősít igazából meg, hogyha, hogy fel, hogyha jön a siker is. Kudarcnál nagyon nehéz azért úgy, úgy építeni csapatot, hogy beszéljünk a sikerről, a jóról, az összetartásról, és nincs eredmény. Mindenki frusztrált. Nyilván egy, egy, most, ami hátra van széria, egy Debrecen idegenbeli mérkőzésünk lesz, Győr idegenbeli mérkőzésünk lesz. Nem lenne őszintés rá is, ha beszéljünk itt a 6 pontról, vagy 9 pontról három mérkőzésen. Akkor mi a reális? Én azt gondolom, hogy a két bajnok aspiráns, vagy most igazad, igazán a Debrecen talán már bajnoknak is tekinthető otthonában, ha az ember elcsíp egy pontot, az már bravúr. A tisztes helytállás nyilván az, a, az az, alap, hogy legyen tartása a csapatnak. nyilván nem adjuk föl, meg bennem a győzelem is, mert bárki bárkit megverhet Magyarországon, de legyünk őszintén, Debrecenben a bajnoki címer játszanak, egy nagyon jó csapat, nagyon szerakott és nagyon jó, jó szellemi társaság ellen. Idegenben nyilván bravúr az X, ez a realitás, de hogyha csipunk egy X-et, akkor az nyilván a csapatot és az egységet is építi. Akkor lehet építkezni. Mindemellett mellett azt kell mondanunk, hogy, hogy egy más jellegű munkát kezdtünk el végezni jósbával a, a, csapattal, és ehhez is idő kell. Talán, hogyha én is előrelátó vagyok, vagy, vagy másként állok neki munkának, és nem nyílunk ki annyira, nem a győzlemre játszunk minden mérkőzésen az első pillanattól kezdve, akkor talán több pontot tudunk gyűjteni, tehát ebben van felelősségem nekem is, hogy talán jobban kinyíltunk, mint amit előtte csináltunk, és nem nehezebben álltunk át. Úgyhogy nagyon összetett kérdés, és a válasz se egyszerű erre, de reméljük, hogy sportember ez miért van fogjuk megoldani hát a hátralévő mérkőzéseket. Ez szerinted, Jóska, mi lehet, melyik, mit lehet még belőni, hanyadik helyet lehet elérni, ha minden jó sikerül? Nőszintén megmondom, ebbe a helyzetben én nem is helyezésekbe gondolkodom. Mm -hmm. Tehát én is hasonlóképpen látom egyébként, hogy, hogy a lehető legtöbb pontot meg kéne szereznünk, és hogyha az megvan, akkor majd eldől úgy is. Pontszám alapján, hogy milyen helyez, helyezést értünk el. Én egy picit azt a negyedik helyet őszintén mondom egy picit irreálisnak éreztem, de azt is rögtön hozzáteszem, hogy nyilván nagy célokat kell kitűzni, hogy a, hogy a lehetségeset elérje az ember. Most talán, talán egy olyan, olyan hogyha tényleg a helyezéseket lőjük be, akkor, akkor a 10-12 között. Tehát ez a realitás, bár sok minden előfordulhat, bármi lehet, tehát soha nem szabad föladni, érdekes játék a futball is, mert ugye ősszel, ami ami kifele pattant, az most befele pattant, ami befele pattant, az kifele pattant. Tehát egy, egy trend azért megfordult, én úgy gondolom, és elemezhetnénk reggeltől estig, hogy egy siófok meccs, ahol, ahol egy picit úgy érzem, hogy ott megtölt a csapat lendülete az már a kezünkben volt, meg kell mondjam. És utána nyilván talán más aspektusba tudunk neki menni a következő mérkőzésnek, és láncreakcióként a, a, a még következő mérkőzésnek. Ha ugye Olivier említette, hogy ugye egy ilyen váltásnál nyilván, ha az ember mást keresi a csapat új stílust akar kialakítani, akkor ez azért idő meg türelem is kell. Mit gondoltok, ez, ha ez a hektikus szezon lezárul, akkor meg lesz ez az idő, ez a türelem? Ugye Matyi Dezső klub eléggé szigorú ember, is komoly, ambíciózus, nem szokott a középszerű eredményekkel megelégedni. Van-e szerintetek edző vagy edzők a nyáron az étlapján? A magyarország tulajdonos ambíciózus ember, és nekem ez szimpatikus egyébként, a türelemre pedig annyit, hogy én beszéltem vele mostanában többször is, és fővázoltunk közösen egy új koncepciót, hogy Innentől kezdve nem az a cél, hogy egy csapat alakuljon most ki, csak hanem egy klubot építsen föl, és abban abba legyen egy, egy váltás. Ő ebben szerintem nagyon partner, és valószínűleg most sok váltást lesz a klub környékén és a klub életében is. Mindenképpen pozitív lesz a, a csapat és a klub szempontjából is jövőre nézve. Hogyha ezt, ezt elkezdjük, ezt a munkát, nyilván kell neki időt adnia majd a a mindenkor vezetőedzőnek, akár, akár éleszek, akár más új ember jön, és tényleg nem rövid távon, hanem hosszú távon kell gondolkodnunk, egy olyan alapot lerakni a klubnál, ami hosszú távra biztosítja azt a jövőt, hogy a csapat mindig a sikerekért küzdhet, de az kell idő. Ez azt jelenti, hogy itt sokkal intenzívebb együttműködés a, a, az utánpótlással, fiatalok beépítése, igen. erről beszélünk, igaz? Többek hát, között, akkor azt mondjuk, igen. hogy klubot építünk. Így van, így van, hogy nagyon, nagyon kell, hogy lássák azt. Pécső mindig is egy nagyon jó háttér, háttérbázis rendelkezett a, a, sportok felé, nem csak a labdarúgásra, nem minden másra. És e, mi nem nyúltunk hozzá évekig igazából, alig került föl, Horváth Zsolt, Dibusz Dénes, Nagy Olivér játszik. Na, Nagy Olivér sem Pécsen nevelkedett ki, hanem Újpesten nevelkedett ki. Tehát Pécs olyan kevés játékos jött csapathoz pedig talán én sokkal több tehetségünk volt, és is engedtük őket sajnos máshova. Most meg kell for fordítanunk ezt a trendet, és ö, oda kell nyúlnunk saját utánpotlásunkhoz mellette. Minőségi külföldi játékosok is jöhetnek, sőt, kell is egy-két külföldi játékos, minőségi, kellnek magyar rutinos rutin játékosok, és minden mellett még az egész klubnak a hátterét, a infrastruktúráját ahhoz kell igazítani, hogy hosszú távon legyenek klub sikeres. Hogyha a tulajdonosor látja bennünk a potenciált ehhez, és bízik bennünk, és persze jön hozzá egy kis eredmény is, mert annélkül nem ez az edző, azt legyünk őszinték, akkor föl tudjuk ezt építeni én is a Jós bácsival, ha nem, akkor jön egy olyan szakember, akit elfogad a, a közeg is, a tulajdonos úr is, és elfogad mindenki, és kap időtüremet ahhoz, hogy ezt véghez, véghez vigye. Ez ez nagyon fontos cél. Ennek Jóska majd ugye a bajnokság lezárulta után rögvest nagyjából hamar el kell dőlnie, Így van, pontosan. Tehát én azt gondolom, hogy a hátunk mögött hagyott időszakot olyan értelembe kell elemezni, hogy, hogy abból, abból az előrelépés lehetősége meglegyen. Egyébként hasonlóképpen vélekedek én is, mint, a, mint, az Olivier, hisz erről elég sokat beszéltünk. Tulajdonképpen a tulajdonos úrnak az ambíciói az ott találkozik a miénkkel, mert mi ugyanolyan ambíciózusak vagyunk. És én, a, ami, miután feljutott a csapat, én, én, végig azt papoltam és azt, azt súlykoltam a környezetembe is, hogy ezt a lehetőséget, ugye négy évet várt a Pécs arra, hogy ismét NB1-es csapata legyen. Egy nagy tradíciókkal bíró városról és egyesületről és futballcsapatról van szó, tehát ezt a feljutást, ezt kőkeményen meg kéne lovagolni, és én azt gondolom, hogy, hogy egy alapos elemzés után egy koncepció, megfelelő koncepció kialakításával ezt a lehetőséget ki kéne aknázni az egész vertikumba, tehát Bilágos. az utánpótláson keresztül. Akkor, ha a végére értünk, és megvan az alapos elemzés, akkor innen folytatjuk. Köszönöm szépen, hogy itt Köszönjük Köszönjük szépen. Köszönjük szépen.